Az egyik étolajgyártó cégnek ajánlhatták fel, hogy ha pénzzel támogat egy kormányközeli alapítványt, akkor békén hagyja az adóhatóság. Erről beszélt tegnapi vendégünk Horváth András, volt adóellenőr, és erről írt az Index is. Az amerikai nagykövetség ügyvivője, és Horváth szerint is a kormány tudott a korrupciós ügyekről, mégsem történt semmi. Rédli Balázs összefoglalója. Egy liter étolaj, több száz forintos árkülönbség. Több áruházban is egy amerikai cég, a Bunge Zrt. Termékei a legdrágábbak. Mivel az alapanyag és a gyártási költség a környező országokban is nagyjából hasonló, az olcsóságra valószínűleg az áfával való trükközés a magyarázat. A cégvezetője két éve arról beszélt, hogy az étolajpiacon 35-40%-ra tehető az áfacsalással forgalmazott termékek aránya, ezért áfát kellene csökkenteni. Az Index szerint a Bungénak felajánlották, hogy a NAV elnéző lesz, és a költségeiket áfacsalással is csökkenthetik, ha pénzzel támogatnak egy alapítványt. Megkerestük őket. Annyit írtak, hogy nem tudnak összefüggésről az egykori áfacsökkentésről szóló kezdeményezés és az elmúlt napokban kirobbant vesztegetési ügy között. Én arra a kérdésére, elnök úr, hogy kitől tagadták meg a belépést, nem tudok önnek hivatalosan választ adni, és arra sem tudok válaszolni, hogy ezt miért tette meg az Amerikai Egyesült Államok. Tegnap a miniszterelnökség vezetője azt ismételgette, hogy nem tudja, kiket tiltottak ki az Egyesült Államokból. Ezt a NAV botrány kirobbantója kétségbe vonta. Én ezt nem hiszem el, biztos vagyok benne, hogy minden névről pontosan tudnak. Az amerikai nagykövetség ügyvivője pedig arról beszélt, hogy a kormánynak a kitiltás alapjául szolgáló korrupciós ügyekről is tudnia kellett. A korrupt tevékenységekről a kormány újabb és újabb információkat kap az állampolgároktól. Azt várnánk, hogy a kormány ezek alapján, az információk alapján cselekedjen, ahelyett, hogy az amerikai kormánytól vár információkat. Ez egy ilyen bennfentes haveri típusú kapitalizmus, ami Magyarországon kiépül. A Transparency International szerint nálunk a törvényeket a haverokra szabják, és a NAV is válogatós. A kormányhoz közel állókat nem bántja. Lehetett egy olyan vállalkozó, vagy egy vállalkozó érdekcsoport talán a háttérben, amelyik ezen a területen volt aktív, itt voltak érdekeltségei, és el tudta érni a kormánynál, az adóhatóságnál, hogy ő vele kivételezzenek, és ne kelljen az áfát megfizetni, vagy az ő áfacsalásukat elnézze a hatóság. Valószínűleg ebből lett elege azoknak a piaci szereplőknek, akik rendesen fizetik az adókat. Úgy néz ki, hogy voltak olyan szereplői, elszenvedői, kártszenvedői ennek az áfacsalási történetnek, amelyek nem elégedtek meg az, hogy a magyar hatóságokkal beszélnek, vagy civil szervezeteknél tesznek jelzést és kérnek segítséget, hanem diplomáciai útra terelték a megoldást, vagy külföldi befektetők lévén a saját kormányaiknak a segítségét is kérték. Kaszinó koncesziók újraosztása, vitás trafikpályázatok, botrányos földügyek, korrupciós ügyek az elmúlt évekből. Két éve az LMP politikusai láncolták magukat a közgép bejáratához. Ezzel akarták felhívni a figyelmet arra, hogy a közbeszerzések jó részét a Simicska cégbirodalom nyeri. Beslések szerint tavaly 400 milliárd forint ment ide a közbeszerzésekből. Tavaly ősszel Horváth András robbantotta ki a NAV botrányt, 1000 milliárd forint fölötti áfacsalásról beszélt. Az eddigi legnagyobb rendőrségi vesztegetési ügy Vizovicki László ügye, összesen 826 millió forinttal korrumpált rendőri vezetőket. A korrupciós ranglistán az Unió 28 tagországából a 20. helyen állunk, Közép-Európában nem mi vagyunk a legrosszabbak, a középmezőnyben helyezkedünk el. Rédli Balázs, Hír 24. Vendégem a stúdióban Jávor István, az ELTE egyetemi docens, szociológus. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Egy hónappal ezelőtt azért járt nálunk, mert hogy épp arról beszélgettünk, hogy milyen Magyarország korrupciós megítélése, akkor sem volt fényes a helyzet, most milyen a helyzet, hogy mindenhol címlapon vagyunk. Azt tudom mondani korrupciós kutatóként, hogy egy csodálatosan szép országban élek. Az Európai Unió, igen, azt mondom, Európai Unió egyik legcsodálatosabb országa kutatóként. Ömlik rám a kutatási tematika. Van mit kutatni. Van mit kutatni, viszont még itt nem lőnek. De az a lehetőségünk van, hogy már az amerikai nagykövetség is elismeri a Horváth András által kihozott tényeket, vagy a kutatási eredményeinket. Ilyen nem sok helyen van. Igen. Azt mondja meg nekem, hogy az Egyesült Államok már régebben, évekkel ezelőtt is próbálta felhívni a figyelmet, hogy valami nem stimmel. Beszélgettek navosokkal állítólag, ez nem tudom, hogy így van, és ön hogy látja, de hogy soha nem történt előrelépés az ügyben. Lehetséges ez? Hogy felhívták a figyelmet, és mégsem?
Igen, lehetséges. Én is úgy tudom, hogy már 2-3 éve húzódnak ezek az ügyek az Egyesült Államokkal kapcsolatosan is. Azt látni kell, hogy gyakorlatilag a multicégek sem mentesek a korrupciótól. Ugyanúgy számos ilyen cég benne van az ÁFA ügyben, hogy a felvezetőben említett cég benne van-e, arról én most nem tudnék nyilatkozni, vagy nem szeretnék. Több céggel is próbálkoznak rendszeresen, nem csak most, hanem 5-10-15-20 évvel ezelőtt is ilyen típusú alkukat kötni. Arról van szó tulajdonképpen, hogy az állam igazgatásba ezek az illegális tevékenységek szervesen beépültek. Tehát teljesen normálisnak tűnik, a normális idézőjelben mondom, hogy az állam igazgatás felső részeit lefele utasításokat adnak, hogy illegálisan benyúlnak adatokba, vagy más jogcímen szereznek adatokat, amelyeket lekérnek, és utána vagy saját maguk, tehát magyarul az adóhatóság vagy más hatóság önjáró gépezetként saját egyéni csoport haszonra felhasznál, időnként pedig a nagy tételekben a politika megrendelésére tesznek kedvezményeket. De akkor lehetséges az is előfordulhat, hogy megerősítik a gyanút, hogy az ÁFA-csalás intézménye Magyarországon jelen van? Persze, hogy jelen van, sőt, tulajdonképpen ez akkor azt tudom mondani, hogy a Dáviddal egy cikkünkben le is írtuk, hogy gyakorlatilag itt vezetési rendszerré vált a korrupció, tehát korrupciós vezetési rendszerek alakultak ki, tehát az vezetési eszközöknek a nagypolitikában és a céges politikában is szerves részévé vált a korrupcióban való együttműködés, lojalitás. Külföldön is gyakoriak a korrupciós ügyek, ki így, ki úgy kezeli, most összeszedtünk párat. A horvát szervezett bűnözés elleni hivatal vasárnap letartóztatta Milan Bandićot, Zagreb főpolgármesterét és több magasrangú városi vezetőt. Több hónapos nyomozás után arra jutottak, hogy ez a csoport egy közműcégen keresztül pénzt szivattyúzott ki a város kasszájából. Romániában a szervezett bűnözés elleni hivatal a Szociáldemokrata Párt egyik prominens politikusa és a párt szóvivője ellen is eljárást indított. Az alsóház alelnöke 3 korrupciós ügynek már eddig is gyanúsítottja volt, most pedig befolyással való üzérkedés miatt vizsgálódnak ellene. Le is mondott mandátumáról. Recep Erdogan, Törökország elnöke még kormányfőként nagyon komolyan nekiesett a közösségi média oldalaknak, miután felkerült egy videó a YouTube-ra, ahol fiával rengeteg megszerzett pénzről beszélgettek. Az ügyészség épp a napokban jelentette be, hogy vádemelés nélkül lezárta a vizsgálatot. Japánban 2 miniszter is lemondott a héten. Az ipari és kereskedelmi miniszternő, aki sokak szerint még miniszterelnöknek is esélyes volt, azért távozott, mert beperelték, hogy gyanúsan kezelte a politikai adományait. Mi korrupció, mi a korrupció melegágya itt Magyarországon? Hát a korrupció az gyakorlatilag 2 részre tudom mondani. Az egyik, hogy a szervezetek vagy máshonnan erőforrásokat hoznak létre, tehát döntéseket manipulálnak, pénzeket szednek ki, a másik pedig, hogy ez értékesíthető a piacon. Tehát melyik iparágban fordul leginkább elő? Melyik iparágban nem fordul elő, majdnem, hogy ezt tudom mondani. Aha. A korrupció gyakorlatilag azt jelenti, hogy piacképes szervezeti vagy politikai erőforrásokat lehet kiszedni a rendszerből. Hát itt politikai kapcsolatokat lehet használni, és cserében mondjuk például adóhatósági vagy más kedvezményeket lehet kapni, vagy rendelni lehet mások ellen. Azt mondja meg nekem, hogy most már, hogy ránk szóltak, felvilágosítottak, hogy meg kell oldanunk ezt a problémát. Egyedül képesek vagyunk megoldani, vagy amerikai segítséggel? Szerintem egyedül se fogjuk megoldani, amerikai segítséggel se. Ez az ügy úgy fog tippelésem szerint nagyon gyorsan elmúlni, hogy valahogy lecseng, majd 1-2 hónap múlva 1-2 ember távozik más pozícióba, vagy bukik, és a kettő még kapcsolatban se nagyon lesz egymással. Köszönöm, hogy itt volt, és köszönöm, hogy elmondta a véleményét. Köszönöm szépen is.